Az ukrán atomenergiai vállalat az Enerhoatom közlése szerint teljesen leállították az oroszok által elfoglalt zaporizsai atomerőművet. Az Enerhoatom a Telegramon közölte, hogy a biztonsági intézkedésként az utolsó működő reaktort a hatodikat is lekapcsolták vasárnap hajnalban, nem sokkal négy óra előtt, írja a Guardian. Néhány nappal ezelőtt az oroszok bombázása következtében keletkezett tűz miatt a hatos számú reaktort is lecsatlakoztatták már a hálózatról a zaporizsai atomerőműben. A reaktor azonban egészen mostanáig még ellátta az erőmű saját energiaigényét. A működtető szerint mindent megtettek, hogy a generátorokhoz szükséges dízel a rendelkezésre álljon, miután külső villamos energia ellátása létesítmény már nem számíthat. Európa legnagyobb atomerőművében az utolsó működő reaktor már csak a létfontosságú hűtéshez szükséges energiát állította elő, miután a kívülről érkező minden távezetéket lekapcsoltak a környéken dúló harcok következtében. Az Enerhotom szerint szombaton este az egyik távvezetéket helyreállították, így az utolsó reaktort is le lehetett állítani. Az orosz atomenergiai ügynökség a is megerősítette a létesítmény leállását. Mint fogalmaztak, az erőmű jelenleg hideg leállított állapotban van. Korábban Ukrajna energiaügyi minisztere Germán Galuszchenko kijelentette, a világ újra egy nukleáris katasztrófa peremén áll, és az egyetlen mód a nukleáris biztonság helyreállítására az lenne, ha az oroszok elhagynák a területet és demilitarizált zónát hoznának létre a létesítmény környékén.